Szevasztok, közérdekű információk. Belekeveredtünk most már bolond részébe a szezonnak, úgyhogy össze-vissza fociznak. Reggel raktam ki túlreagálást csütörtöki és szombati mérkőzésekről. Ha esetleg valaki lemaradt, akkor az keresse vissza. És ma pedig akkor további, hát az is ma volt. Most további három mérkőzéssel készülök. És lemegy ez a hét normálisan. Álmaim és terveim szerint egészen csütörtökig, akkor lemennek a túlreagálások. Viszont karácsonyi hét van, ünnepi dalok nem lesznek, hanem fociznak szombaton, úgyhogy valószínűleg az lenne a legjobb, hogyha már pénteken leadnám a rossz tippeket. Igyekszem ezt megtenni majd, remélem, hogy sikerül, és akkor ott lesz idő meghallgatni előre, hogy tud, hogy mi lesz az eredmény. Egyébként a 7 órás sávban igen jó megyek. Utána viszont, ami elkezdődik, hát azok borzasztóak, amik utána vannak sajnos. Ez volt múlt tegnap is. Ami 9-1-jel álltam. Az egy az is a hosszabbítás. Ugye, hát az olyan, mintha meg lenne. Utána a többi az meg elmegy. Szóval rossz tippeket leadom, de utána karácsonyozás. Az azt jelenti, hogy ünnepek, ez meg az, mindenki megy mindenhova, nem leszek gépnél. Ez itt a lényeg. Következő két fordulóban megváltozik az élete mindenkinek, nem leszek én se a gépnél. További program. Esetleg, hogy lesz adás, lesz túlreagálás, vagy nem lesz, bizonytalan, mint a kutya vacsorája. Egyáltalán az is, hogy milyen hosszan, mennyit látok, látok-e valamit. Semmit nem tudok ígérni. 15.-16. forduló az ilyen nehézkes lesz. Ez most van, 15, ez csodálatos. 16-17 az nehézkes. Utolsó forduló megint simán lemegy majd. Úgyhogy mindenki úgy készüljön, az ünnepi hetekben békén hagylak titeket. Tudsz foglalkozni más dolgokkal, aztán ki tudja, lehet, hogy úgy mégse. Szóval egyelőre itt tartunk, ez a hét ez lemegy, átlagos hétnek számít. Most hétfőn 3 mérkőzés, és hadd mondjam el, nagyon büszke vagyok, önmérsékletet tartottam, és nem a negatív mérlegűek egymás ellen. Mérkőzését vettem az élére, akármennyire is érdekelt engem a Cards Broncos, vagy a Saints Falcons, ma playoffba hajtó gárdák egymás ellen. Na mit szólnál? Megyünk a legtetejére a ligának. Indulás! Kezdjünk egy jó Cincinnati Tampa Bay-jel, mit szólnál? Hát mondjuk ezek messze vannak a mérlegben, a tetejétől a Buccaneers játékerőben, hát persze. Egyelőre Bengalsnál azt tudjuk, van elkapó. Vállalja fotballt Higgins is, Boyd is. Hiába voltak sebesültek. Hát konkrétan T. Higgins elkap azonnal 2 labdát. Majd Joe Mixon 2-ször mozgatja a láncot. Keanu Neal deflektál egy átadást, abból megjön az interception. Carlton Davis, ennyi lett volna, belép Brady. Izzadságszagú Tampa Bay támadás, de legalább passzolás közben izzadnak, ugye, hát az a jobb verzió. Rövideket, de elegek, amik jönnek itt előre, haladások Godwintól, Gage-től, de hát ez csak véletlen, hogy az elején ez van. Természetesen Leftwich úgy gondolja, hogy akkor ideje segíteni Bradynek 2 futással, abból lesz 3. és 8. Na hát érzi, sokkal jobb lesz innen. Evans belül várja a labdát, utálja, hogyha számokon belül kell focizni, de hát mindegy, megvan neki. Otten gyorsan 21 yarddal csillan, ritka jó drive-ot összerak a Buccaneers-t, kérlek, nem a negyedik negyedben, mert hát akkor perc a végén, hát szoktak olyat, de hogy már az elsőben ne vicceljél. Rashad White mocorog előre. Vörös zónában 3. és 3 az a Brady-é kellene, hogy legyen, de nem tud befutni. Bates már levédte egy passzát előtte, úgyhogy field goal marad, de hát ők field goal-t sem szoktak rúgni. Ilyen korán, úgyhogy boldog mindenki. Chase-t és Pirine-t korán szerelik. 3. Burrow szekket szenved el. Már is pont. Play action, Evans
kikerülgeti a védőket, de Godwin blindside block miatt nem nagy a haladás. Első és egy. Ezt sokszor látjuk. Lenny mindet megcsinálja. Ó, hát egyből first down, Lenny. Godwint szintén a darálóban lehet csak megtalálni. Negyedik és kettő, támadás, Evansé, hiába challenge-eli meg Coach Taylor, így is marad Evansé. Kiváló Mike, úton van a szezon csúcs felé, hogyha ezt itt tudja tartani. Zárójelbe nem tudja. Lehet számítani, hogy a Bengalsnak nincs corner, ugye csak ilyen beugró gyerekek. A 9-esre fekszik be legközelebb Mike Evans. Godwin sweepből egy offside büntetés csikar ki, nem feltétlen miatta. Lenny Fournette kívül ragad. Pratt levédi Gage-et. Nem értik a Gage-esek, hogy lehet. Negyedik és gól, touchdown Gage. Na hát igaz, kétszer, hogyha meglövöd. Taylor Britt nem zárkózik majd elég fürgén mellé. Hát ez 10-0 már. Vérzik Burrow-nak a kis ujja. Vállalja ennek ellenére további fotballt. David ráborul, minusz 10 yard. Nem csak a kis ujjára, komplet emberre. Higgins elől lepaskolják a labdát a nyalókánál. Three and out újra. Aggódsz már bengáliak miatt? Hát figyelj, ezeknek elég egy play. Hát még akkor nem aggódsz. Tompkins, aki kirúgás visszahordó specialista, kap egy endaroundot is. 8 yard. Evans teszteli a full start után is, futunk-e elsőre? Tehát ez a teóriája, hogy mi elsőre mindig futunk, ugye első és 10. Mi van, ha bemozdulok? Bemozdul, első és 15 nézi, mit hív a left twitch? Ja, a futás így is. Hát akkor igazából ez nem segít rajtunk. Pedig már meg lett volna, akkor a smaragd. Utána megy neki a passz, first down. Szóval, hát jó lehet ez, csak az elsőt be kell áldozni. Play action screen, Cameron Brate-nek. Ezen a ponton Jim Nance és Tony Romo szerint a left twitch igen jókat hív. Ha bedobott egy play actionből egy tight end screent a Cameron Brate-nek, mondom még egyszer. Jó, de ami előtte volt, az igen jó. Hát igen, ez az, amikor jó napja van a left twitch-nek. Szomorú történet alatt azért. Vannak a ligában edzők, akik összetudják rakni a kezdő drive-ot. Neki amúgy nem sikerült 14-szer, csak mondom, de hát most ez most összeáll majd minden. Harmadik és három, Trey Flowers eltenyereli Brate elől a labdát. Ugyanitt megkérdezi a Seattle szurkolókat Trey, hogy na mi van? Szó szerint idézem, inkább nem menjünk bele, hogy mi van. Mert ő megy a playoffba megint, lehet gyűrűért megy. Nálatok mi a helyzet? Hiányzok? Field goal 50-ről, mellé rúgja Sakap. Cincinnati harmadik és háromra rettentő blitzet lát maga előtt. Joe Burrow erre nem számított, hogy a Bulls majd ilyennel akarja meglepni harmadik és rövidre. Chase felé azért elmegy a labda, Carlton Davis detonálja. Szokásos three and out ezúttal is. Nagyon jó sikert a felkészülés, hogy a Todd Bowlesnak, arról nem térnek ki a rómójék, de hát látod, tudja mikor kell tárcsázni a blitzet. Mindig. Igaz. Lenny erős hetes yardokból további bizalmat ér, majd még kapja újra, ez most jó volt. Nagyon visszavágyik Ronald Jones. Szegény Ronald Jones, aki ott szurkol a Chiefs meccseken, de hát hiába szurkol igazából. Magát nem tudja pályára szurkolni, itt milyen jó focizna. Hiába hazudják, hogy sérült. Godwin rápakol, mint possession receiver, szokásos felhozattal. Én szerintem lehet már el is felejtette Chris Godwin, milyen érzés üresnek lenni. Chris, mikor volt utoljára olyan, arra kértek, hogy menjél valahogy rázd le a védőt kicsit odébb? Olyan nem volt. Mindig olyat kérnek, hogy kapjam el, úgyhogy ketten a hónom alatt vannak. Jó, hát élvezett csinálni, ugye? Mi más lehet még? Lenny benn marad elkapni is. Két érintése után, harmadik és kettő, szintén neki dobják, hát az bőven jó. Vissza fog ütni még ez a meccs. Nem feltétlen jövő héten, azt hiszem a kárccal játszanak. De ez még vissza fog ütni, ahogy az elején a Leonard Fournette-nek jól ment a játék. Ó, hát akkor jövő héten is megtömünk lenni, ne féljél. Minek kell történnie ezen a találkozón, hogy ellépjenek ettől a taktikától?
Még play action, a Godwinnak, igen, ragad kezébe a labda. Vörös zónába beviszi 2 perc alatt. Brady nem unja még. Adja neki, hát hogyha ő az, aki megbírja fogni. Cincinnati levédi, nem védi le. Jó, hát akkor megint neki. 5 yardos touchdown oldalra. De hát aztán beviszi a célterületre Chris Godwin. 17-0. Hát mondanám, hogy komoly előny, de hát láttam már ezt-azt. Ezen a hétvégén. Meséljek róla. Sajnos még kikaptunk 33-0-ról. Úgyhogy itt ennél a 17-nél, mikor nézem, hát jól van, fiúk, hát ez egy szoros meccs. Ne haragudja, akármi lehet. Van még hátra 1 perc, 39 másodperc. Hát akkor mehet az Air Raid. Bengals verzió. Chase felé, Boyd felé, apró pöttyök. Néhány playből, azért Jamar Chase már a field goal csíkon jelentkezik. Felváltva keresi őket, kívül belül Burrow, hol a Boydnak, hol a Chase-nek. 19 másodpercnél elfogy az időkérés, pirányt belül kapják el, hát akkor a Spike. És Evan Mack 41-ről középre rúgja, kaput eltalálja, szünet. Tampa Bay kezdi a másodikat, második és 6 lett valahogy, mindenki találja ki, mi volt a hívás. Hogyan jutottunk el erre a játék szituációra? Első is 10 volt, annyit segítek, és abból lett ennyi. Trükkös left switch mit választhatott? Hát Mike Evans hiába várakozik a távolban, nem jön be az indítás neki. Harmadikra meg röviden fut a Rashad White, pont helyett. Az öreg Giovanni Bernard egy bosszú futás lehetne protektor helyéről, de meglepi a labda. Na most, hogyha a protektor futást behívod, akkor vannak ilyen alapkövetelmények, például, hogy a protektor tudjon róla, hogy hozzá fog kerülni a Lastex. Na most ez az öreg Giovannival biztosan nem történt meg. Ha meg nem ezt hívták be, nem pantolni akartak, és ilyen csálin adta a long snapper, az talán még nagyobb probléma. Alapvetően, vagy lehet, hogy egy Audible-lel készült még a long snapper, hogy hát szerintem ne pantoljuk el, inkább odadobom a Giovanninak. Legyen akkor ez, hát ott improvizál valamit. Na most ehelyett leszerelik könnyen. 16-osra áll be a Joe Burrow. Ez fasza volt, mondja Brady. Lesétál az oldalvonalhoz, hát egyébként is mostanában jó napjai vannak. Megelégszik ezzel, jó van, fiúkat, long snappet össze-vissza dobáljuk. Benne van az, meglepődünk, ugye, hogy kihez kerül a labda. Hát általában magához szokott főnek kerülni a labda, aztán ilyenkor nem tudjuk, amikor nincs fent maga. Be kell mennem már passz protektálni is, vagy mi ez, pont protektálni, gondolja Brady. Hát jó lenne. De hát mindegy, úgyse törékeny az előnyünk, színezzük a játékot. Úgy van vele a Brady is, jó volt ez, fiúk, színezzük. Burrow, vörös zónás démonnak számít, gyors futással oktatja focit. Mixont könnyebb megfogni nyilván, hát még így a vita vea nélkül is. Ráadásul a Logan Ryan, meg a Carlton Davis megnyeri a párharcait, úgyhogy ez csak egy field goal lesz. 6-17 az állás. Nem használja ki rövid pályát a Bengals. Nagy baj lehet ebből. Tompkins kirúgás, visszahordás 9-esre. Tampa Bay Special Team, azt hiszem, hogy oda pörköl keményen néhány playből. Lenny felhozza elkapásból, hát bízzál benne. Mindenki nyugodt, gondolom. Sok futásnál amúgy nincs holding. Ja, ideje már. Kieftre bedobják. 3. és 8. Brady interception. Trey Flowers. Eladta Brady. Mi van, én nem ronthatom el? Kérdezi. Hát nem szokta főnök. Elnézést a meglepett arcért. Azt hittük, hogy maga sose adja oda a védőknek. Hát most eladtam, na. Jó. 31-esre jön. Atletikus quarterback. Mindenkit meglep passzolással. Chase hiába fut a célterületre, Sean Murphy bunting kitakarja. 4. és 3. Hátra fut Burrow, 26 yardos szek. Mondom, 26. De jó ötlet volt a blitz. Azért látod a Todd Bolson, na fiúk, hát ezt gondoltam el a mágnes táblánál. De Lavonte Davidnél holdingot láttak. Megnézzük a visszajátszást, valóban Chase-re rugos késsel támadott, az sárga zászló. Wilcox, a Titan 3. és 8-at megcsinálja. Méghozzá Mitchell Wilcox.
nem a Daniel. Eszembe jutott ma, hogy ha volt egy Daniel Wilcox nevű Titan, rá ki emlékszik? Korábban volt a Tampa Bay-ben is, ugye, hát helyi kötődésű, onnan összeállt a fejemben, meg volt a Baltimore-ban is. 45 éves, szóval ő már nem focizik, de itt Mitchell Wilcox, igen, továbbra is Titan. Jamar Chase, screen paszt kap eközben, rácsát, megjavítják a védők, miközben fut. Az megint csak sárga zászló. 5 yard kell ma, már csak. Higgins, touchdown. Nagyon nagy banánból, amit megfutott. Végénre oda teszi neki Burrow. 2-es, azt elüti a Delaney. Brady nagy bajban van, 2-10. Hogyan lett 2-10? Mi lehetett az első play? Nem mondom el. Ja. Gage-et helyzetbe hozza, 2-10-re így is, hogy lógnak rajta fürtökben, de elejti Russell Gage. 3-ra strip sack. Egyből itt vagyunk, akkor DJ Reader megtalálja 13 yardos vonalon. Brady érezteti az ifjakkal, milyen érzés, hogyha szarban hagynak a csapattársaid. Ugye? Szívás mi? Kérdezi, ezt szoktam érezni mindig. Ja, hát szomorú történet, főnök. Chase verekszik előre. Nincs még touchdownja, szóval minden baja van tőle, hogy már egy idő eltelt, halad, egy touchdownom nincs. Most is több esélyt kapnál a Joe Mixon. 3. és gólra Boyd jegyez touchdownt. Delaney csak csúszik utána a füvön. Ott már nehezen akadályozod meg. Hát akkor megint 2-es, az Higginsnek sima. 20-17-re kerekít a 2-essel T. Higgins. Godwin kap el 1-10-re. Na látod? Látszik, megjött a hátrány. Most már 1-10-re is fiúk, akkor dobálás. Hát azért kapja Lenny. Kapja? Fumble. Handoffból. Pattog a labda, nyilván a Bengalsé. De hát most csak a 39-esen apró ajándéknak számít, így a nagy ajándékok után. Burrow visszaadná Murphy Buntingnak, biztos őt húzta a meccs előtt, így ajándékozáskor. Hát akkor klasszikus megoldást, mit adjak neked ajándékba, mindened megvan, adok egy interception. De Murphy Bunting nem örül neki, elejti a labdát. 3-8, Jamar leszedi az őrzés ellenére. Még 2 jó védekezés, hát az keveset ér a 2, mert 3-9, Burrow futtából kiszolgálja Wilcoxot. Hurst irigykedik, sebesült Hayden Hurst feláldozhatónak látja magát. 1-gól, touchdown Jamar Chase. Le ne maradjon azért itt a pontszerzésekben. Elkapja, beszökken slot helyéről a célterületre. Gólöröm nincs. Most papírforma, úgyis beviszem. Igaz. 27-17, negyedik negyedben. Egy hihető play action. Tampa, de Bradyt így is zavarja a Tupou. Ha nem zavarja, akkor jól dob a Gage-nek. Evanson pedig a Dexton Hill interferál. Futásnál holding. Leverett. 1-20. Bradyt megütik, interception, Brett. Osszáj volt az, aki nyomott. Látod, futni kéne, 1-20. Odaadtad volna Lennynek. Lehet, hogy akkor fumble, ugye, de... Hát normálisan adtad volna. Direct snap kellett volna, és akkor... Akkor nincs pick. Egyre messzebb áll be a Burrow, hallod? Most már mi ez? 159 yardja van a meccsen, hallod, úgyhogy hamar elfogy a pálya, állandóan bejövök, jó, végigmegyünk, alig volt yardom. Hát, szomorú történet. Most hiába indít a Mixonnak, vagy a Chase-nek, akárhova. Nagy vonalú pont a 2-esre. Nekünk már igen kell több pont egyébként, úgyhogy rúgja Del Chrisman. Nem bírja, 2-esre megy a pont, azt mondtam. Nem bírja szűk helyről kis idő alatt kidobni Brady. Bár az valamilyen szinten azért pechnek számít, hogy pont 9 yard lett az, ez maradék egyet már át tudja nyomni, hogyha éppen úgy jön szembe a védő a másik, de hát most nem nyomta át. Kamarda visszapontolja. Joe Burrow saját térfelére jön be, hát mint az állatok. Tehát mi az, hogy innen kezdjünk? Felezőn, túlról, hát nem is látok, hol a kapu? Ó, hát micsoda védelem van itt.
csalják az időt, Irvin beváltja harmadik és ötöt, ha már ilyen rangos helyre felkúszott, mint a wide receiver 4. Úrreg, hát itt karrier csináltál, Trenton. Mixon vezényli át őket a Bucks tér felére, körönpasszok Burrow-tól már győzelmi körnek is minősülnek, lehet még egy pontszerző drive-juk. Pirány ilyenkor ugye nem elit, hogyha játszik a Mixon is, de azért hozzáteszi a magáét. Negyedik és egy, encroachment. Jó, van akkor Brady, szerintem mehetsz avokádó fürdőzni. Már nem igen lesz semmi. Már facsarják az önkéntesek, ugye. Buccaneers honlapján te is tudsz jelentkezni avokádó lé facsaró pozícióba, hogyha éppen arra jársz. Amíg ezt megnézegeted, addig Wilcox touchdown. Zsinórban 34 kapott pontot, ahogy még mi se kaptunk. Ne haragudjál, mi kikaptunk 33-0-ról, de legalább nem kaptunk egymás után 34-et. Kezdek büszke lenni a csapatra, hallod, de milyen jó játszottak ennyi alapján. Van hátra még 2-20, Brady visszajön, ő még nyerni akar. Így, példát mutat, azzal vezeti a csapatát. Igazából csak ilyen kétkapus edzés, annak a végén 300 yard fölé jut a főnök. Ilyet még nem engedett meg a Bengals. Hát gondolom sírnak rettentően. És a touchdown is megvan a Russell Gage-nek. A kettest azt leüti Eli Apple. Onside kick, Irviné. Hát mindkét csapat számára jól alakultak az eredmények a többi pályán. Ezen a pályán az egyiknek jól alakultak, de hát ahogy azt mondtam nektek rossz tippekben, Bucksnak igazából jó a löbetű, úgyhogy nem ezen múlik semmi. Mondjuk 17-0-ról nyilván égő kikapni, de hát tudták, hogy annyira nem jók. Nem? Tehát eleve az, hogy Bengals az ellenfél, hát lehet, hogy ők jobbak. Nem mondanák meg, de csapathoz közel álló források lehet ezt gondolnák. Illetve amikor 17-0 volt, lehet, hogy az is túlzóan jól sikerült állás volt. Hát a Bengals azt tud fordítani, úgyhogy ez a big play offense, ami ott kialakult tavaly, az nem igazán villogott, helyette big play defense miatt tudtak fordítani. Meg hát egy-két ajándéklabda miatt, ugye, de hát alapvetően opportunista special team, meg defense az meghozta. De más célok vannak alapvetően itt Tampa Bay-nél. Ne nevettessék ki magukat, ez a cél leginkább. Bejutnának a playoffba, akkor nem nagyon röhögne senki. Igen, kínjában esetleg, illetve Bengalsnál meg az a cél, hogy legyen meg a gyűrű, szóval. De egészen más polcról beszélünk, ez a végeredményben tükröződik. Mérkőzés alakulása az nem feltétlen úgy jött ki, de most az tök mindegy igazából Bengals szempontjából. Lényeg az, hogy győzés. Forduló rangadója Lions Jets, Detroit kezd. 1954-es magasságokban van az offense, azóta nem csináltak ilyen sűrűn, ilyen sok pontot, mint ebben a győzelmi szériában, amit most futtatnak. Nehéz lesz itt fenntartani, azért mégiscsak Jets D ellen megérdemli. Évmérkőzése díjat ez a párosítás, nehéz felnőni hozzá. Swift jól kezd, van first down-juk, de távoli DJ párharcból Reed nyer Chark ellen. Raymond viszi el Goffnak a küldeményét. Ugye Quinnen Williams inaktív a mérkőzésen, nem gyakorol nyomást, csak kiabálva az oldalvonaltól, ott viszont kiváló munkát végez. Harmadik és három, Amon-Ra kezébe kerül, onnan tehát nyilván megvan haladás. Impresszív nyitó drive amúgy a Lions-tól, futóként is számolnak Saint Brown-nal, a hetesen csinálja meg az újabb first down-t, hát az utolsót, azután már csak TD lehet. Jamal Williams touchdown gép, hát leállt a gyártással, itt az elmúlt hetekben már csak ünnepi nyitvatartás van, és nincs nyitva. Ja, oké, nem csinál touchdown-okat. Jackson is leáll az egyesen, ugye a másik futó, negyedik és gól. Campbell edző mit szeret negyedik és gól? Hát, támadást szeretem. Oké, mester. Vetődnek Williamsre a védők, mínusz egyen megfogják. Zach Wilson érkezik a pályára, felíveli Garrett Wilson köré. Jacobs
tolja, de nincs zászló. Szabályos védekezés. Denzel Mims felé rettenet a passz. Most kettőből kettő azért nem lehet normális. Bam! Se hozza ki, úgyhogy pont. Nézőtérről kell elrúgni. Itt nyilván nem egyszerű. Annyira mélyen vannak, úgyhogy Raymond megfogja. Visszaviszi. Touch. Pont returnből. Bejött a terv. Hát a B-terv. Ugye a terv az lett volna, legyen touchdown. De hát, hogyha már nem visszük be, akkor majd bevisszük pont return TD-ből. Jó. Hát akkor itt 7-0-ra vezet a Detroit. Egy védelmi pass interference, majd free play segíti Zach Wilsonnak az ügyét. Mimset eltalálja tét nélkül, de Kirby fejbe térdelte elkapás után, az meg fáj neki. Nincs zászló, de nem érzi igazán jól magát Denzel, agyrázkodás tesztre el kell vinni. Nem direkt fejelte térden, hát természetesen, hiába ő a parancsnok. Jeff Smith is hamarabb kap labdát, mint a frusztráltak. Ez itt ugye a Jets offense-nek a legnagyobb kérdése. Vannak ugye a frusztráltak, a Garrett, meg a Elijah Moore, mert hát ők sose kapnak labdát a Zach Wilsontól, és akkor már gondolkodtak rajta, elássák a lábukat, mert így nincs értelme focizni. Jó, de majd most Zach lenyugodott, majd most jól adja, oké, megvárjuk, csak érted, ott van a Denzel Mims, meg a Bust Special, illetve a Jeff Smith hamarabb kap labdát, tehát itt már valami megint nem kóser. Harmadik és kettőre a pass rush specialista James Houston szekkeli Zach Wilsont. Úgyhogy így pont lesz. Passzolgat belőle Goff, ott nincsenek ugye a szörnyek. Tehát ott a szélen van szósz, hát ne haragudjál, fiú, sose dobok arra. Illetve a DJ Reed a másik szélen, arra muszáj dobni néha, bassza meg, de hogyha nem, akkor inkább ide középre lesimítom a számok közé. Mit szólna mester? Csinálja Jared, csak ne legyen hülyeség belőle. Raymond itt is hasznosul, nem csak special teamben, de ezt leszámítva nem találják a fogást a Jetsen. Pont. Zach Wilson kikeveredik a számokon kívülre, mint mindig, ugye ott született, de kivételesen eltalálja Garrett Wilson 33 yard ráadásul. Tudod, itt kialakul az összhang. Bootleg, visszadobás menetirányhoz képest, Uzoma, touchdown, 40-ről. Zach Wilson néhány playből megmutatja, pontszerző drive. Hogyan csináltam a BYU-ban? Átvettem, vágom előre, átveszem, megint vágom előre, touch. Egész egyszerű. Hát mondjuk ezzel, hogyha bejön, halánylag magas draft pozíciót el lehet érni, mint láthatjuk. Hát akkor ugyanezt, megcsinálom a Jetsbe. Mennyi CJ Uzoma, előre vágom neked. Te meg majd lehúzod. Mondjuk a Kirby Joseph nagyon durván lecsúszott a nagy darabról. Jó, hát megértjük nyilván, hogy kisebb vagy, gyengébb vagy, de érted, te vagy leghátul, és akkor itt lecsúszol az emberről, oké, free safety-ből. Az kicsit szívás, ugye, de hát ez Detroit, itt nincs lebaszás. Lions alapértelmezett futball, futásblokkolás és play action. DJ Chark átjut a felező vonalon. Goff felteszi Jameson Williamsnek a célterületre, de hát nem elég erős a dobás. Maga elé várta volna Jameson Williams, aztán vissza kell nézni, oda tud érni DJ Reed, nincs nagy játék emiatt. Pedig beláthattuk, hogy képes Jameson ezeket is megfirkálni sebességből, soha többet nem tesztelik inkább. 4-3, újra támad a Detroit. Mert mi más lehet csinálni, kérdezi a Campbell. Ja, hát lehet védekezni. Az lehet, igaz. De mi vagyunk a támadó csapat. Saint Brown elkapja könnyen. Jackson szintén. Zavartalanul mehet. Checkdown után. Jamal Williams befut touchdownra, de holding. Swift visszajut, az is holding. Mind a kettőnél Evan Brown hibázott. Hát akkor csak field goal lesz, erre már azt mondja a Campbell edző, halljátok fiúk, ha még egy-két holding bemenne, aztán ha vége a meccsnek, inkább akkor újra rá Badgley. Zach Wilson nagy lendítés, újra Elijah Moore-t megtalálja. Minden passz után amúgy csere quarterback mutatás, hát azt eléggé túltolják. Ugye itt most nem csak a meccsekről kell beszélni, a közvetítésről. Hát,
Miért van az összes Zach Wilson dobás, legyen az jó, legyen az rossz, Mike White-ot megmutatják, ahogy ugrál kapucniban, meg Joe Flacco-t megmutatják páncélben, ahogy nem akar beállni. Most miért? Amúgy az nagyon tetszett nekem, hogy nagy play összehozza Zach, és akkor a White meg... Yes. Ő egyértelműen a Detroitnak szurkol. Tehát utána már próbálta túlkompenzálni, hogy ó, együtt túl, igen, igazából én csapattal vagyok, ez az Zach, jól volt. De tudja, hogy a Zach Wilson véletlen elsülne, aztán jól játszana, hát akkor neki annyi. Úgyhogy itt nem véletlen keresi a kamera. Néha lebukik, de aztán rájön, hogy mit kell mutatni. Kevés terhet tud levenni Bam futójátékból, 3.1. Zach zone readből halad. Megcsinálja, látod? Ha Flacco-val lett volna ugyanez a playbook, akkor azt jobban szívesebben nézném. Elijah Moore, screen, aztán egy sweep is neki, mesterséges bevonás, egy grounding befújása után lőtávolságból viszont kikerülnek. Okwara pedig már a logóban szekkeli kistermetűt. 3.27, incomplete pass. Sikerült volna, akkor is rövid. Pont. 1 perc marad, Swift el tud indulni egyszer, de jó passzok nincsenek. Hát akkor fél percnél még pont vissza. Zach előre vágja, Jeff Smith azonnal behúzza lőtávolságban. Küldetés teljesítve, ugye mi mást várhatnál el, de Zach újra dob neki, újabb first down. Azért a célterületre hiába próbálkozik az 1/2-es. Field goal-lal 10-10 a szünetben az állás. Egyenlő erők. Play action nem jön be Zach Wilsonnak, de Bam közelítés után Conklin-t eltalálja. Mielőtt jönne az őrült hiba, Jerry Jacobs fair catch interception, ahogy azt jövendöltem a rossz tippekbe, csak azt hittem, hogy a Kirby-nek fogja majd így feldobni a kezébe, de Jerry Jacobs az, aki ajándéklabdával tud menni. Zach feldobja neked könnyen. 15 yardra visszahordja corner. A futókat is levédi a Jets, és Raymond elől DJ Reed ér hamarabb labdába. Hát így akkor field goal csak, az bemegy. Jets holding után Zach nem talál senkit. Menekül, 3.13. Jeff Smith, screen pass, szintén védhető, pont. Raymond talál helyet a folytogató coverage-ben, hát érzed, hogy mennyire, de ennyit engednek egy drive-ban. Esetleg véletlen csinálsz egy first down-t a Jets ellen, örüljél, mert több nem lesz. Akkor pont, igen, 50-esről. Szokásos távoli kezdés a Jetsnek, mezőny pozícióik sokkal rosszabbak átlagosan. Futás nem segít, Berrios hiába motionöl, 3.10. Küldik a blitzet, eléri Zekket, feldobja. Hát mondanám, hogy egy az egyes párharc, de valójában inkább a safety-nek megy az, de Michael egy Carter ellopja a védő elől, first down. Hát jó volt. Marad akkor a pályán, Carter, kiérdemelted, 3.1. Titan screen, Conklin behúzza, Berrios újra csak taszítja a labdát, Anzalone minuszba szerel, 3.12, hiába való célzás, Garrett Wilson felé, pont. Jamal Williams minuszba fut 2 yardot. Amon Ra viszont elhúz Gardner mellett, helyi kötődésű mellett. Ugye, Ahmad Gardner, Sauce, michigani, detroiti származású, csak úgy, mint a főedző Robert Sala. Bár ő nem detroiti, ő csak simán michigani. De hát ez már csak ilyen, mindenki jött valahonnan. New Jersey-ből nem igen lesznek NFL játékosok. Futás nem megy, Lions offense-nek az alapja. És holdingok is vannak, szóval megnyeri a párharcot a Jets. Itt arról volt szó, bombaerős offense, még hasonló képességű D ellen, D nyeri. Tehát itt a Jets nyeri egyértelműen, hiszen ugye
Jó, hát végigmentek rajtuk, de technikailag a touchdown az ugye pontból volt, szóval nem a D kapta. Úgyhogy aki azt gondolta, hogy ezen múlik majd kinyer, akkor az rosszul gondolta. Mert egyébként a Jets D megteszi, amire szükség van. Goff, hát mondjuk nem hibázik, az tény, ezen a meccsen azért az fontos, de csak pontot készít elő újra. Jared Goffnak volt legrégebben interceptionje az NFL-ben. Azok közül, akik szoktak játszani, mert amúgy lehet, hogy a Chase Danielnek volt, de ő most nem téma. Garrett Wilsont erőltetik. Érdemes, még akkor is, hogyha nem gyümölcsöző. Egyelőre próbáld meg köré dobni, öreg, hát ha egyszer majd sikerül. Három passz Zach Wilsontól a drive-ban, 5 yard. Pont. Jó messzire mondjuk. Saint Brown halad a screenből. Swift meg a swing passból. Jamal Williams harmadik és egyre bőven megfutja, épül némi momentum a Detroit mellett. Saint Brown lehúz egy slantet, semmi komplikáltat nem hívnak be. Nyilván az ideális az lenne, ha menne a futás, ugye, amire ki van találva ez az offense, de hát azért minden nem jöhet össze. Harmadik és öt, esélytelen Goffnak. Úgyhogy a field goal lesz a vége. Ezen a meccsen az is sokat ér. 54-ről Badgley, alá. Ó, édes öregem, alá! Ha nem megy el a kapuig a labda. 54-ről. Hát mondjuk kint játszottak. Kint. Ó, otthon berúgtad volna Ford Fielden, biztos. Na hát akkor Zach felhányja a labdát Garrett Wilson felé. Will Harris elájul. Védelmi pass interference ellenére elkapás. Újra 33 yard. Garrett Wilsonnak két elkapás, 66 yard. Zachnek nem egészen az a stílusa, mint a Mike White-nak. De arról lett volna szó, hogy a Mike White itt a LaFleur-i rendszerben lesimítgatja maga mellé, sok apró tördöfés. Zach feljön, haigálja előre, hát ha valami beakad. Jó, csak nem erre lett kitalálva a rendszer, de hát mindegy akkor. Berrios is megél Will Harris mellett, 10-esen belül van már. Carter eljut az 1-esre, aztán behívják a páncélautót. Úgyhogy Zach Wilson, hát ő vezetni. Ó, ez egy japán páncélautó, és a Zach Wilsonnak kellene vezetni? Nem ajánlom, hallod. Megpróbálják, tolják, rövid. Ugye? Azt gondolnád, akárki megcsinálja. Ha megnézed az Eagles-t, ó, hát ezt a hülye is megcsinálja, Jalen Hurts. Na, megnézik a Jetsnél, hát ők is zöldbe szoktak focizni. Igen, kevés. De hát mindegy, majd ezután. Play action, Uzoma, touchdown. Hát tudod, az Equizon, ő karral erős, nem a lábán, nem fizikumban, hanem átveszi, pörög, megdobja. Hát ő ez a fajta, mit ugrász gyerek, touchdown gyárgy. Hát akkor mindent bele kell adni a Lionsnak. Ilyen állásnál Swift megy 8-at, Amon rápakol, harmadik és hétre Raymond 6,4 yard, aj, az kevés. 2 perc van már csak. Hát támadás. Mondja halkan Dan Campbell. Play action, Brock Wright simán hozza, sőt, legyen akkor egy touchdown. 50-ről. Ja, végig megy? Végig megy a Brock Wright, akkor mire várjunk? Volt egy dropja, ugye ebben a drive-ban már elejtett, tehát az kizár dolog, hogy kettőt hibázzál, igaz, Brock Wright? Nem is tudom, az hogy kell. Úgyhogy végig megy, tessék, negyedikre 50 yardos TD. Jared Goff lesimította maga mellé, de hát mindegy. Lions így szokott tight end fociból. Maradt 1 perc 49, túl korán. Túl korán, és hát ennyi időt Zach Wilsonnak hagyni. Nagyon nagy hiba lenne a Utah State Aggies ellen, de hát itt most teljesíteni kell. Mutasd meg, Zach, mire vagy képes. Okvara, Zach, minusz 9 yard. Garrett Wilsont eltalálja sárgán, oké. Okay. Salah tartja az időkéréseit. Wilson újra labdába ér, mármint Garrett. Oké. Okay. A Zekken nem lepődünk meg annyira, általában neki adja center. Jacobs nem ellenfél Garrett Wilson számára. 10 yard, fél percnél. A célterület felé nem veszélyes az indítás. Kominski, sack.
Aztán Elijah Moore felé nem jó a labda. 4.18. 14 másodperc van. Zach védjegye következik. Valahogy kicsorog az oldalvonal mellé természetesen. Aztán betállal középre. Elijah Moore leszedi a labdát. Oké, ez jó volt. Kirby leszereli belül a parancsnok. De találtak valahol egy másodpercet. Jó, akkor Zerline, te ráharúghatod 58-ról, erős a lábad, kívül is, durván mellé, Greg Zerline részéről. Lions győzött megint, mindig a Lions győz, ilyen ez az NFL football. 7-7 mind a kettőnek a mérlege, az AFC-ben az kevesebbet ér, ott van a Jets. Zach nem volt legalja, a saját maga által felállított standardhoz képest nagyon messze volt az aljától, de ami jó volt, az nehezen fenntartható. Tehát ezek az átadások, amikkel dolgozik, hogy előre vágom, reménykedek, hát ezek azért hasonlítanak a Heineken stílusra, csak neki van futball intelligenciája, a Zach-nek meg nem igen van. Szóval az, hogy mikor áll bele, az totál random. És hát ez így. Ez így van, hogy jól jön ki, és inkább nem. Na most itt a jót már láttuk. De hát nincs elég bajuk, csütörtökön futball. Megint a Jetsnek kell, úgyhogy Mike White-nak mondom, az összes bordája elrepett, szóval ott nem engedném vissza. És Jacksonville ellen játszanak majd csütörtökön, akik motiváltak. Tehát ezt azért kiemelem, mert néhány hete még ugye benne volt, hogy jó, hát ott majd a Jacksonville, nekik már mindegy lesz, kikapnak mindenkitől, igen, esetleg Trevorka kidől. De hát azóta minden jól alakult, úgyhogy ott meleg lesz a pite, és megint a Zach-kel kell menni. Hogyha ugyanezt a stílust hozza, akkor igen kevés esély van rá, hogy lehozza ilyen kevés turnoverrel, és hogy ilyen jó arányban beakadnak ezek a távoli bombák, vagy simítások, vagy falevelek. Jelen állás szerint amúgy a liga teteje védelmi teljesítmény megy majd a levesbe, és nem fog playoffot érni nekik. Márpedig, hogyha egy valamit tudunk a védelmi remeklésről, az az, hogy egyik évről a másikra nem igen szokott folytatódni. Még hogyha el is vagy, persze, hát azért szar nem lesz, de azért liga első nem lesz egymás után sokszor. Akinek sikerült, arra emlékszünk, ugye? Arra emlékszik a világ, ugye? Mert annyira ritka. És hát most ezt a Jets lehet, hogy úgy hozzá, hogy még playoff se lesz. A Detroit jelenleg nem bejutó, az fontos, nincsenek bejutó helyen, de 6,5 az már jött. Győzelmi számok, ugye, év végére. Hát az már aránylag hamar megjött Campbell edző. És most két könnyebb meccsük jön. Tehát a Jetshez képest, hát az ajándék, a Panthers következik, utána meg a Bears. Szóval, hát mind a kettő brutál erős, de azért Jets erősebb, azt gondolom. Szóval itt minden adott, hogy folytatódjon a széria 6-1-ről, nem, 1-6-ról lett 6-1, és akkor legyen tovább, legyen 8-1. Oké. És akkor ott várják, hát a többiek majd kirúgják egymást a playoffból, az biztos, hogy komplett NFC East majd csak nem jut be. Tehát jelenleg ott vagyunk, ugye mindenki bejutna, Commando is, negyedik helyről, de hát lesznek még ott meccsek egymás ellen, mindenki nem nyerhet, ugye? A nyilván az Eagles meg, hogyha a Cowboys elkezdenek kikapni, nekik az beleférne, de nem gondolnám az ilyen jellegű összejátszást. Úgyhogy most várakozó állásponton a Detroit, maguk kis meccseit megnyerik majd, és akkor joggal álmodozhatnak. Hát ők most már itt lassan ott vannak a belső sávon, hogy nehéz lesz őket innen kizavarni, még akkor is, hogyha egyelőre in the hand-ban vannak. És akkor még egy meccs, ahol mindkét csapatnak tervei vannak a playoffban, hát leginkább bejutni, illetve ott majd nyerni. Ez a Chargers meg a Titans, hát mind a kettő gyakran csinálja ugye győzés playoff meccseken. Sötétkék Chargers dressben jönnek ki a fiúk, nem a klasszikus színű, meg hát nem is ez az újkori, úgyhogy hát jobb lett volna régit visszahozzátok. Azt miért nem használjátok? San Diego színű kéket. Tennessee kezdi a mérkőzést,
Ben Jones azonnal egy chop blokkal mutatja, hogy itt milyen rendezvényen vagyunk. Továbbra sem játszik Derwin James, ami a Chargers-t illeti, úgyhogy helyette Aloha Gilman szereli Okankwót, főszereplők, ugye. Hogyan tudod helyettesíteni Derwin James? Hát sehogy, csak helyette vagyok a pályán, de nem helyettesítem, ja igaz. Illetve hogyan tudod Okankwó kicsit felrázni ezt a passzjátékot? 3. és 13 odaérnek a Tannehillre, hát akkor sehogy, pont. Mike Williams mozgatja felfrissülő Chargers-t, és egy rolloutból Parham is kap labdát. Ó, hát micsoda célpontok vannak, itt mindenki irigykedik Herbie-re. Kiváló önmegtartóztatás van náluk, és Ekölör ügyében már ennyi lement, és még mindig nem kapta labdát. Következő azért az övé, 10 yard. Jeffrey Simmons, tudtuk, hogy lesz sack, hát akkor essünk túl rajta, nem nagyon vár sokat Jeffrey. Elkapja Herbie-t. Keenan Allen felhozza 4. és 2-re. Staley, pont. Támadást legyen. Múltkor támadtunk, milyen jó volt. Támadás. Herbie Allennek elég 2 yardos összjátékra a kettejük tehetsége. Vörös zónába megy a futás. Mindenkit meglep. Tehát alapvetően itt van a Titans, hogy a fenébe futnak át rajtunk. Itt van a Chargers, hogy a fenébe futunk át ezeken, ugye. Meg vagyunk mi nézők. Szóval Kelly sok labdát érdemel, úgy látom. Joshua, Chargers futója. Egy yardos touchdown is az övé. Hát jól megy a futás, öreg. Ha bárki beviszi már, kiváló Chargers fal mögött, igaz. Malik Willis a handoffot. Ó, ugyanis Tannehillt levitték az előző drive-nak a végén kis autóval, de állítólag jól van. Majd visszajön. Ja, ha autóval visznek el, akkor már gyanús, de akkor Malik Willis, gyere be! És hát Malik Willisnek nem lett magasabb neki se játék intelligenciája. Offside-nál, free play, eldobja a vakvilágba. Na most az intentional grounding, ugye? És akkor itt kioltja a két büntetés egymást, ez fasza volt. RPO, Chris Conley-val bejön a passz. 3. és 3, szintén neki megy. First down Chris Conley-tól leendő Colts játékos. A play fake-et elrontja Willis, de scramblingből 10 yard. Azért összejön, hát ez mindig nála van, mint ütőkártya. Henryt limitálják. Raduns pedig holdingol, aki most left-tackle-t játszik, keresik azt a posztot, ahol megfelelő segítség tudna lenni Dillon Raduns. Egyelőre nincs meg, fal 5 posztján már nézegették, hát nem tudom, fiú, akkor VR-ben milyen vagy? Okonkwo, rövid. Utána 3. és 15, hát az incomplete. Willis gyerektől pont. Ekölör is kidőlt, halljátok. Nagy a baj? Hát nagy. Nem játszik Ekölör. Herbie-ék csak 9 yardot hoznak nélküle. Pont. Tannehill visszaáll, hát erre azt mondta ő, és hogy halljátok, nem tudom mozgatni a lábam, de visszajövök, Malik, inkább üljél le. Már is jobban megy Derrick Henrynek? Igen. És a play action-t is elkapja. Sok fű van előtte, 30 yardot nyargal elkapásból Derrick Henry. Lesz ott egy red zone. Szokott sikerülni a red zone támadás a Titansnek. Ja, így van. Hát most Henry még 10-et beletesz, gólhelyzet. Wildcat, touchdown, 7-7, kiegyenlített, Henry király. Ekölört visszatolják a gyepre, haját Austin nélkül, nincs esélyünk, jó, igaz? De Cartert vonja be Herbie egy endoroundból. Kalu szereli minuszba hátul. Palmer visszahozza 3. és 5-re, Keenan Allen 7 yard, az kevés. De negyedikre szabad támadni. Ugratás, nem ugranak, időkérés, QB sneak, saját 35-ön, megvan Herbertnek. Némi simogatás után Ellenre feltesz egyet. Herbie 30 yard lenne, de Money Rice, ahogy ráesik Keenan Ellenre, elindul a labda. Hát igen, mákos védekezés után pont. Mert alapvetően az, hogy Money Rice-ot rávetődött Keenan Allenre, nem azzal a szándékkal, hogy hát most kiszedem tőled, hanem rávetődött, ne menjen tovább, és pont a karjára esett, onnan meg utolsó pillanatban elindult a labda.
Úgyhogy Rice, igen jó védekezés részedről. Oké, kiharcoltad a pantot, semlegesítetted a Keenan ellen hosszú elkapását. Igen jó játék. Robert Woods hozza maga 10 yardját, úgyhogy ő szerintem minden mehet is haza, sokkal többet nem szokott. Play action screen Henrynek, szintén bejön. Építenek rá, de Hooper holding elveszi a futást. Szőrű szívvel dobták be azt a holdingot, hát Austin Hooper blokkolásról híres. NWI nem fér labdához Kelehen mellett. Haskins áll be leváltani Henryt, hiszen Hilliard sérült listán van. Valaki szóljon nekik, hogy nem H betűs running back-et is lehet igazolni, és akkor kicsit jobb lenne valószínűleg a felhozatal. 3. és 12. Mehmet, check down csak. Jó, köszi, pont. Szűk 2 perc, Palmer aktívkodik tovább, és Gerald Everett is beszed egy first down-t végre. Herbie 13 passz kísérletből 11 jó, szóval gyenge kezdés. Összenéznek Lombardi, Staley, és hát erre a gyerekre nem lehet építeni egyáltalán. Kicsit javít azzal, hogy Carternek ad 15 yardot. Parham field goal csíkra ugrik hasast. Sokkal többet nem igen remélnek egy field goal kísérletnél, mert elfogyott az időkérés, de az egyet feldob a Mike Williams irányába. Herbie, mit baj történhet, hogyha céltörleten nincs meg, akkor majd kimegy oldalt. Hát ez így lenne alapvetően, kimenne oldalt a passz, de McCreary nem érte egyet, és visszadobja a levegőből a célterületre, Kalu interceptionre, ő meg lehúzza bent a célterületen. Hát az év egyik legdurvábban kiváló megoldása volt ez bármilyen védőtől. 3 pontot nyer vele minimum a Tennessee, amit kivédekeznek. Feljönnek térdelés, szünet. Ez jó volt. Kiskarú Rodgertől. Na, szünetben megbeszélik, hogy Herbie, nem dobhatsz hosszan többet, mert most is előre dobtad had célterületre. Interception lett a te hibádból, úgyhogy amíg te a Chargers mezét viseled, legyen az edzés, legyen az póló otthon, semmiféleképpen hasonlót meg ne lássunk, ide a Keenan ellen jöjjön, kérj el közel, és akkor neki oda dobod meg az Eckelernek, meg a Palmernek. 3. és 4. Sack, DeMarcus Walker. Pont. Henry lapától előre, de nem 3. és 2. Ott Robert Woodsot keresi, hiába valóan tenei. 3 and out lesz ezáltal. Chargers defense. Veszélyesen erős. Kik ezek? Ezek? Hát rettene, nézd meg ezt a meccset. Hát mindent kivédekezik a Chargers D. Olyan kemények, mint a Titans. Nem igen lehet haladni ellenük. Felhúzzák a számokat. Alapszakasz végére, jó sorsolással, ott lesznek a tetején. Everettnek megy egy belsőzés Herbie-től, fut vele tovább. Mike Williams is hátra jön labdáért, nincs más mód rá, ugye, hogy összejátszanak. Filer, holding. Aztán Palmer eltünteti a büntető yardokat, de 3. és 8 se könnyű, a kiskarú McCreary levédi Williams-t. Jön J.K. Scott, belepantol a labdába. Jó sok pantot láttam, azért itt már kezdtem unni. Megnéztem a Jets Lions-t. Rengeteg pont. Aztán rátoltam egy jó Titans Chargers-t, hallod? Azért még nagyobb verseny van talán. Na Tannehill felível egyet Mehmet felé, elkeseredetten a töröknek. Támadó passz interference, ellenére is interception. Adderley. Ez aztán rajos volt, a 48 yardoson megtörténik az esemény. Tehát egy ellököd a védőt, és még így is elviszi előled pikre. Racy, mi tart a csapatban? Eckler lopakodik előre. Keenan Allen kisegíti, és eljut a 30-asra. Szűk helyre beeröltet egy labdát Herbie, Mike Williams elől interception Byard. Tőled ezt nem vártam, Justin. Még az, hogy eladod a labdát. Jó, hát van olyan, eladod. Kívülről bedobálják az endzomba a pikre. Jó, hát nem nagyon tudsz felkészülni ilyesmire. Egy évben egyszer sincs ilyen.
Na de hát ott, hogy szűk területen bevállalod, és elviszi a védő. Méltatlan, ne haragudjál, Hörbi. Aztán akkor csodálkozol, majd hogy menedzsernek tartanak erre felé. Tannehill elkerül egy-két védőt, mielőtt kiosztaná Okonkwónak a first down paszt. Harmadik és kettőt is neki szánná Henry alapozása után, de hát a mögé megy Okonkwónak. Hát mi lesz ebből a drive-ból? Jön a Stonehouse, belepantol. Herbit behúzzák egy coverage szegbe. Ez a drive se tartott sokáig. Three and out. Egyre nehezebben bírom, marad már ezt. Nem lesz több semmilyen, már nem haladnak soha. Hoopert hamar el lehet a másik térfélre indítani. Mezőny pozíciós harc, azt nézzük. Henry talál egy kis helyet. Lehet. Lesz pont még? Egy meccsen többször? Lehet, hogy itt lesznek pontok alól. Mondjuk Gaziano ezt nem szeretné, hát aki a méltán híres Chargers falból jön, Gaziano leszedi. Már mondják róla, az új Luis Castillo per Igor Olszenski. Jó mondtam, jó. Gaziano szek, utána Rampf, ráduplázz, az is szek. Hát akkor 51 yardról kellene field goalt rúgni. Bekeményített a Chargers, amikor kellett. Bullock. Bullock idén még nem próbált meg rúgást 50-en túlról. Miért vajon? Miért lehet ez? Lehet, hogy nem bírja onnan berúgni, de nézzük, rendi 51-ről mellé rúgja nyilván. Parhamnek szán egy labdát Hörbi, play action löketet előkészít. Keenan Allen mélyre megy, Maybin a slotból karambolozik két másik csávóval, akik másik útvonalat védenének, így van helye Keenan Allennek, kezébe megy a ballon, megfogja. Explozív játék ezen a találkozón. 15-ösről Eckler indul, lecsúszkálnak róla a védők, 3 yardos TD-vel lezárja a közönség kedvenc. Természetesen Austin Eckler kirángatott bennünket ebből a letargiából. 14-7 mérkőzés állása. Lépés kényszerbe kerül a Titans. Biztos ettől ma jobban haladnak. Igen, csak hátrafelé. Holdinggal és Vennoy szekkel mennek hátrafelé. Hát Kyle Vennoy, te is bekeményítesz itt a decemberi fotballra. Olyan vagy, mint a Chandler Jones. Hol tanultátok ezt? 3. és 23. Alibi. Pont. Bayard rácsot húz. Kellemes helyzetben a Chargers, de nem tudnak támadni alapvetően, szóval annyira nem kellemes, bárhol vagy a pályán. 3. és 4. Nagyon messzire az embertől leesik a labda. Pont. 6 perc maradt. Jönnie kell a Titansnek. Henry eljut a saját 40-esre. Egyet elveszít ugyan, fumble-re, de a centeré lesz. Hooper ellen jó a coverage, tranquil sack. És akkor megint pont. Hám 20 maradt. Herbit zavarják. Megáll az óra, nem indul el egyáltalán. Egy időkérést tudtak Vrabeltől összesen kicsalni. Császár töltésiek. Úgyhogy ennyi volt náluk, visszapant. Aki emiatt nézi, ugye, már annak is ez túl sok. Csak a Henry futtatás működik a Titansnél, úgyhogy izgalmas utolsó drive-ra számítok, hogy mi mást akarnak. Conley elkapással lepnek meg, Haskins is fut, mondjuk arra még van egy kis esély valóban. Hassannak csinálnak helyet, 2 perc alatt, bár mondjuk Henrynek nem szoktak csinálni, ő magának csinál. Szóval belül szerelik Haskins-t. A nagyjátékot Okonkwo szállítja ki más, 10 levegőben töltött yard után, egy ilyen 30 totál jön ki abból a játékból, Hooper a pálya közepén, újabb first down, immár az 5-ösön belül. Henryt kívül tartják, Tannehillt nem lehet. Nagy igazság, ugye? Összes bokája széttörte, valahogy betolódik a célterületre. 48 másodpercnél azt mondja Vrabel 1-es. Ne legyen
De legyen hosszabbítás ezen a meccsen, azt szeretné. Bemegy az extra pont. Így, hogy limitáltan atletikus csak, ugye Tannehill limitálja a mozgásban a boka sérülés, igazából nem gondolom olyan rossz ötletnek, hogy az egy pontost választotta, de még valami rezüldezül Whitecat baromságot beívhatott volna a kettesére, most miért ne? Hörbi, segíts meg bennünket, kiabál a Chargers, elrontottuk, leadtuk az előnyt. Nincs idő, 48 másodperc van, ott már hiába futtatjuk a fullback mögött. Hát akkor indít, Hörbi meghallgatja. Jó van, fiúk, ne féljetek, megdobálom előre. Mike Williams 13 yard, Everett 6 yard, rollout, Mike Williams 35. Tessék, elvittem fél field goal távba. Oda szaladnak Spike. Ennyi lett volna az egész. Herbit megengedték, hogy előre dobja. És akkor néhány playből ott vannak a pontszerzés kapujában. Azok után, hogy 34 darab pontot megnéztünk, itt rátaláltak. Az utolsó fél percben hogyan lehet haladni? Herbert, rajtad múlik a dolog. Na mondjuk a Spike után egy delay of game is azért beesik, hát Chargersről van szó. Mert azért field goal, biztos, hogy bemegy. Clutch csapat, Dicker, persze. Olyan, mint maga a Chargers. Clutch. Végén kemény, akármi baj van, összeszedik magukat, amikor már szorul a hurok. Erről szól ez a franchise. 4 másodpercet hagytak a Tennessee-nek, ezt korábban, San Diego-i időkben bevitték volna rögbiből, itt most ez nem történik meg. Megnyerte a Chargers. Szemkápráztató csodálatos fotballal. Egyre rosszabb nézni. Régebben ugye az volt, hogy rossz nézni, és ezért kikapnak. Most nyernek, de még mindig rossz nézni. Amikor a Chargers támad. 8-6. Chargers elég rossz focival, ugye? Ezzel a mérleget összehozta, de a defense éledezik. Tehát, hogy amit lehet mondani, jó, nyilván nincsenek a nagy kihívás elé állítva. De azért voltak olyan napok, amikor láttuk volna rajtuk, hogy a Derrick Henrynek engednek 300 yardot. Ez nem az volt, ugye? Védekeztek, coverage-ben meg kiválóak. És azt mondja Staley, hogy a Joey Bosa lehet, hogy 2 hét múlva már a gyepen lesz. És akkor az még állítólag segítene. Még jobbak is lennének, mint a Gaziano. Vagy a Rampf. Úgyhogy Chargersben van tartalék, kérem szépen. Defense-t illetően még lehetnek ennél is jobban. Támadni nem tudom, tudnának ennél jobban. Tennessee 7-7-re visszaesett, és izgulás. Hivatalosan is izgulás van, hogy most akkor nem lesz meg a playoffs. Én már benyomtam őket 7. héten, hogy igazából ceruzával mindenki írja be 4. helyre őket. De tény az, hogy forma alapján a Jaguars versenyképesebb még a jó csapatok ellen is, mint ahogy azt megmutatták. Majd az is sorra kerül a héten, de... Hát lehet még a Colts is jobb formában van, mint ezek, hallod. Ja nem, mi kikaptunk 33-0-ról. Ki van jobb formában? Titans vagy mi? Na mit mondasz? Vagy ott van még a Texans? Szoros meccsek urai. Hát... Az a baj, hogy ezek így jogos kérdések. Elnézve, hogy a Titans 4-ből 4 vereség az előző fordulókban. És hát volt benne Jaguars, volt benne Chargers. Hát erős a Chargers, jó, hát ez mind marha erős. Továbbra is csak a csoportmeccseket kellene megnyerni. Meg kell venni a Texans-t, meg kell venni a Jaguars-t, és akkor nincs baj. Ez nem változott. Függetlenül, hogy most kikaptak a Chargers-től. Na de hát nagyon sírt a labda. Még mindig. Mákjuk van Tannehillnek, nincs komolyabb bokasérülése, mert akkor végük van totál. Mondom ezt úgy, hogy Willis mit játszott a KC ellen. Nagyon nagy pálfordulásra van szükség, hogyha be is jutnak a rájátszásba, hogy ott versenyképesek legyenek. Persze ez is versenyképesség, hogyha úgy vesszük, mert a Chargers szintén ugye playoff gárda, még némi mákkal oda keveredhetnének, hogy ez egy, legyen egy ilyen visszavágó a playoffban, aztán azt látott 17-14, hát szoros meccs, ugye? Bármi lehetett volna. Na de hát ezek kizárólag védelemben voltak playoff szintű teljesítmények. Talán majd holnap
még ezeknél is jobb fotballal tudok jelentkezni. Mára ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet mindenkinek, és akkor várom a hétfő esti mérkőzésnek az eredményét, hogy akkor közelebb kerüljünk rájátszás képhez, arról is lehessen majd beszélni pontosabban, és akkor így majd belefűzögetem minden csapattal kapcsolatban, aki még hátra van, itt miután lement a meccsük. Várlak titeket azokra is, köszönöm szépen mindenkinek, aki támogatja a csatornát, meg aki már megnézte a reggeli részt, szuper fanok vagytok mi, és akkor holnap ugyanitt, szevasztok!